Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, nem is tudom kifejezni az én örömömet, hálámat Isten felé, hogy itt lehetek veletek, együtt veletek örvendezhetek, épülhetek hitben, Krisztusban való reménységben, és úgy megvalhatom együtt veletek, hogy jó nekünk az Úr Jézus lábainál, mindig, mikor jövünk az ő közelségébe, mindig, mikor vágyva, szomjazva, éhezve jöhetünk ő hozzá, ő a forrás, ő a kútfeje, oda jöhetünk is. És nem muszáj szomjasan, nem muszáj éhesen hazamenni, hanem valóban őtől lenyerhetünk, őtől lekaphatunk. Egy olyan örömforrás van a szívembe is, tele van az én szívem hálával, dicsérettel. Ezekért a elmúlt napokért is, és ezekért a percekért, amelyeket most is már itt lehetünk. És én hiszem, hogy mindnyájan úgy vágyjuk az Úr Jézusnak a közelségét. És úgy szeretném megkérdezni, hogy van-e itt valaki, aki úgy jött ide, hogy nem vár semmit az Úrtól. Hogy semmit nem vár az Úr Jézustól. Van itt valaki? Úgy látom, hogy mindenki, vagy szégyeli beismerni, de mindenki jött azzal a vágyal, hogy az Úr Jézustól várunk valamit. Várjuk, vágyjuk az ő közelségét. Testvérem, hagy valljam meg a testvérek előtt, hogy hiszem Isten igéjének hatalmát és erejét. Ezért én nem nagyon túlságosan benne vagyok azokba a dolgokba, hogy valami pantonímokat, vagy valami más dolgokat most előadjak. Nem is vagyok ellene, aki azt gondolja, hogy azt kell csinálni, csinálja. De én hiszem, hogy a kimondott szónak, a kimondott igének hatalma van. Ereje van. És hiszem, hogy ha a mi szívünk belekapaszkodik Istennek igéjébe, beszédébe, akkor ennek a igének átformáló, teremtő és szabadító ereje és hatalma van. Nem tudom, hogy végig tudjuk mérni ezeket a szavakat, amit mondok mostan, de én hiszem Isten igének hatalmában. Emlékszem egy alkalommal, hogy mentünk volna vetíteni Jézus filmet egy falucskába, és ki volt hirdetve mikrofonba, ki volt plakátozva, és szerettük volna így az embereket értesíteni Isten szeretetéről, és emberileg, amit elkövethettünk, elkövettünk mindent, és béreltünk egy ilyen kultúrhelyiséget, és mikor eljött az a óra, eljött az a pillanat, akkor ott volt az én testvérem, aki a műszerekkel foglalkozott, és ott voltam én, mint prédikátor. És mikor körülnéztem a helyiségen, ott volt az idő, hogy el kellett engedni. Senki rajtunk kívül nem volt ottan. És akkor mondja az én testvérem, hogy prédikátor testvér, most kinek fogjuk vetíteni, összepakolunk, megyünk haza. És azt mondja, mink már láttuk többször ezt a filmet, nekünk erre nincs szükség. És én éreztem szívembe olyan szorongattatást, olyan Szentlélektől való szorongattatást, és olyan buzgóságot, tudjátok, ez nem emberből fakad, ez nem emberi produkció. Ez egyszerűen jön az Úrtól, jön egy olyan szent érzelem, jön egy szent Isten jelenléte, áthatotta az én szívemet, és olyan buzgóság jött a szívembe, és mondtam neki, testvérem, várjál. Fogtam a Bibliát, kimentem a üres padok elé, odaálltam, kinyitottam a Bibliát,
és elolvastam a teremtésnek a történetét. Üres padoknak. Becsuktam a Bibliámat, és elkezdtem sírva imádkozni. Dicsőítettem Istent, és azt mondtam, köszönöm Uram, hogy ilyen pusztaságban egyszer elhangzott a Te igéd, ahol nem voltak fülek, ahol nem volt egyetlen szív se, és Te szavadra minden keletkezett. És éreztem a mennyei buzgóságot, ami a szívemben ott buzgott is. És akkor hálát adtam Istennek, és leültem, és mondom, testvérem, engedd meg, engedd, és vetítsd a filmet. A testvérem csak nézett rám, nem értette az egészet, azt gondolta, hogy valami bajom történt, nem volt semmi bajom, csak a szívem nagyon forró volt az Úrhoz, és akkor elengedte, megengedte ezt a filmet, és egyszer csak megnyílt az ajtó, és elkezdtek jönni az emberek. És sorba egész nagy csoport ember elkezdték foglalni a helyet, és úgy lefoglalták a helyet, hogy én nekem le kellett ülni a földre, padlóra, mert nem volt már hely nekem ülő helyen. És végignézték ezek az emberek a filmet, nagyon meg voltak hatva, Isten jelenléte ott volt, és én csodálkoztam. Csodáltam Istennek hatalmát. Tudod, akkor még, mikor te nem látsz, mikor még semmi eredményt, mikor minden a fordítottját mutatja, akkor, ha te szíved meg van nyitva Isten jelenlétére, Isten gondolatai, Isten szíve oda közeledik a te szívedhez, Isten vágyai oda közelednek a te szívedhez, akkor Isten valamit elkészített, és nagyot tud mutatni, és nagyot tud tenni. Valóban szószoros értelemben minden ülőhely el volt foglalva, és egész filmet úgy kellett néznem, hogy a padlón ültem, és örömmel így ültem, mert láttam Istennek dicsőségét. Aztán kérdeztem az emberektől, hát mondjátok meg valahogy, egy kicsit hagy értsem meg ezt a csodát, hogy mi történt, hogy jutottatok ti ide? És valaki azt mondta, hogy a faluban van ilyen kert, ülök, ahol az emberek pihennek, kijönnek limonádét inni, és beszélgetni, és sok ember ottan össze volt ülve, és egyszer csak egyik azt mondja, halljátok, hisz ma kellene, hogy vetítsék a Jézus filmet. Én szerettem volna ezt látni. És azt mondja, én megyek is. Itt hadlak benneteket, én megyek. Hát mink is megyünk veled. És akkor a többiek kérdezték, hát hova mentek? Hát megyünk nézni, fogják vetíteni a Jézus filmet. Az egész, az a kert, ami tele volt ott emberekkel, mindnyájan jöttek, és így megtelt a helység. Testvérek, ott volt az a hit, ott volt az a bizalom, Jézus Krisztushoz való bizalom. És olyan úgy sírt örömömbe a szívem, mikor azok előtt, a üres padok előtt elolvashattam Istennek igéjét. És azt mondtam, hiszem, Uram, hiszem, hogy a Te igéd hatalmas. Hiszem, hogy a Te igédben minden megvan, amire szükségem van az én életemre. És én szeretnélek téged megkérdezni, te hiszel Isten igében, megbízol Isten beszédében, magadévá fogadtad, szívedbe zártad Istennek drága beszédét, Istennek drága igéjét. Tudod, mikor tartjuk magunk előtt a Bibliát, akkor az olyan, mint egy tükör. Tegnap már beszéltem, hogy az ige az tükörré válik számunkra. Mikor tartjuk előttünk a Bibliát, akkor valóban úgy tartjuk előttünk, és úgy olvasunk, mint egy tükröt, ugye? Szépen magunk előtt tartjuk, és lássuk a mi arcunkat. És lássuk azt, hogy hát
nem jó nézek ki, nem jó a helyzetem, nem jó áll a szénám, ugye? És akkor kell javítani, ugye? Meg kell javítani a szénabugját. Egyszerűen rendbe kell tenni a életem dolgait. Ez tükör. Megmutassa nekem, hogy hol nem jól járok, hol nem jól cselekszek, hol nem jól gondolkozok, és így tovább. Hát testvérek, egy tükröt elég egy kicsit így megbillenteni, és akkor már nem magamat látom, hanem ott látom az én testvéremet, a másikat, harmadikat, és nem látom magamat. Egy alkalommal, mikor befejeztem az én szolgálatomat, jött egy testvérnő utánam, azt mondta, Sándor testvér, olyan csodálatos, olyan jó volt ez az ige, de nagy kár, hogy az a testvérnő, akinek ez szólt, ez nem volt éppen máma a gyülekezetben. És mondom, és neked ebből nem szólt semmi. Azt mondta, nekem is szólt valami, de ez minden, minthogyha ismerted volna azt a testvérnőt. Ő, tudjátok, ő az igét úgy tartotta, hogy nem magát látta meg, hanem azt a testvérnőt. Mink, mikor Isten igéjét hallgatjuk, mikor olvassuk Isten beszédét, akkor a saját arcunkat, saját életünket kell benne meglátni. Mert tükröt állít nekünk, és megláthassuk az mi orcánkat, de nem csak azért, hogy aztán elmenjünk és elfeledkezzünk, hanem azért, hogy megmosakodjunk, megtisztuljunk, megigazítsuk életünket, és Istennek tetszővé tegyük dolgainkat, életünk dolgait. Drága testvéreim, most szeretném, hogy az én drága testvérem segítene felolvasni az ige helyet Lukács evangéliumából 8. rész, a 26. verstől megkezdve a 39. vers végéig. Megkérlek, drága testvérem, hogyha... És evesztek a gadarénusok tartományaiba, mely Galileával átellenben van. És mikor ő kiment a földre, jött elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, sem ruhában nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban. És mikor meglátta Jézust, felkiáltott és lábai elé esett, és fennszóval mondta, miközön van nékem te veled, Jézus, felséges Istennek fia? Kérlek téged, ne gyötörj engem! Mert azt parancsolta annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből, mert gyakran elragadta őt, annak okáért láncokkal és békókkal megkötözve őrizték, de a köteléketet elszaggatván az ördögtől a pusztába hajtaték. Megkérdé pedig őt Jézus mondván, mi a neved? És ő mondta, légió, mert sok ördög ment bele. És kérjék őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe menjenek. Volt pedig ott egy nagy disznónyáj, legelészve a hegyen, és kérjék őt, hogy engedje meg nékik, hogy azokba menjenek, és megengedte nékik. És minek utána kimentek az ördögök az emberből, bementek a disznókba, és a disznónyája meredekről a tóba rohant és megfulladt. A pásztorok pedig látván, mi történt, elfutottak és elmenvén, hírré adták a városban és a falvakban. Kimenének azért megnézni, mi történt, és mentek Jézushoz, és ülve találták az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve és eszénél, Jézus lábainál, és megfélemlettek. Elbeszélék pedig nékik azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngős. És kéri őt a gadarénusok közül való tartományok egész sokasága, hogy ő közülük menjen el, mert felette igen féltek. Ő pedig beülvén a hajóba visszatért. Kéri pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy ő velem lehessen, de Jézus elbocsátotta őt, mondván, tér vissza házadhoz és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elment azért, hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele. Köszönöm a felolvasott igét. Drága testvéreim,
az ige föl elébbünk állít egy embert, akiről azt írja az ige, hogy meg volt szállva. És én most szeretném nektek úgy elmondani, hogy hogyan is történik ez, mikor az ember egy olyan állapotba jut, mikor már megszállottság ott van az ő életébe, mikor már egyszerűen az a gonosz lélek egyszer vízbe, egyszer tűzbe dobja, egyszer a sírba fekteti, másodszor a pusztába viszi ki, hogy mi az a ok, mi okozza ezeket a nagy szélsőségeket az ember életébe, és hogy hogyan jut ide egy normális ember az ő életébe. És ez egy nem is olyan, hogy mondjam, rejtett dolog, de lehet, hogy valaki, aki ezzel nem foglalkozott, az nem tudja elképzelni, hogy történhetnek ilyen dolgok. Hogyan juthat oda az ember egy ilyen megszállott állapotba? Drága testvéreim, elsősorban szeretném, hogy tudnánk, hogy minden ember kapott az Úrtól lelki ismeretet. Ebben a lelki ismeretben kapott Istentől ilyen alapvető magatartást és olyan megítélés, a dolgoknak a megítélését. Ebben a lelki ismeretben ott van az Isten ismeret is, részből. Ez ajándékul adta Isten minden embernek. Erről olvashatunk a Rómabeliekhez írt levélben, az első részben, hogy ezt minden embernek Isten megadta. Ez egy olyan alap. Ez egy olyan valami, ami ott van, úgyhogy azt mondja a Pál apostol, hogy így ezt mindenki megkapta Istentől, és ez által a teremtett dolgok által megismerheti minden ember Isten nagyságát, Isten szeretetét, Isten gondviselését, mert jön az eső, ugye megöntözi a földet, növények növekednek, meghozzák az ő gyümölcseit, és így tovább. És megint jön a tél, a nyár, váltokoznak. Isten gondviselését ezzel láthatja még egy hitetlen ember. Ezt az alapot, ezt bele Isten ültette az ember bensejébe, azért, hogy ez által rájöhessen, ráébredhessen, hogy milyen szerető, milyen nagy az Isten, hogy keresse őtet. De tovább azt mondja az ige, hogy ahelyett, hogy Istent dicsőítenék, ahelyett, hogy azt, aki ezt a mindenséget teremtette, ahelyett nem őt dicsőítették, hanem a teremtett világot, az emberi alakokat, az állatformákat, és a teremtés minden fajtáit ember dicsőítette, magasztalta, és ugyanúgy a csillagokat és a univerzumba való dolgokat. Ezeknek hódoltak, és ezeknek adták a tisztességet. Pedig tudták, hogy nem ezek az istenek, nem ezek a teremtők, hanem e felett van egy teremtő Isten, annak ellenére ők eltorzultak az ő gondolkodásokba, elfajultak, elváltoztak egy olyan gonosz gondolkodásra, hogy nem jutnak igaz Isten ismeretre. Első az, hogy Isten szól az emberhez az ő lelki ismerete által. Annélkül, hogy ismeri Istent, vagy nem. Van rá neki lehetőség, hogy keresse és megismerje. De Isten gondoskodott arról, hogy küldte az ő prófétáit, küldte az ő szolgáit,
hogy ezek által Isten bemutatja az ő szent akaratát. Ez már jobb, ugye? Itt már ember már jobban megértheti, elfogadhatja, és az úton mehet. De mit tettek az emberek a prófétákkal, Isten küldötteivel, Isten szolgáival? Elfogadták? Nem. Megverték, megölték, és nem kellett nekik az igazság. Az ember ellene fordult ennek az igazságnak. És a maga igazságába, a maga bölcsességébe, és a maga esze szerint, amit ő eldöntött az ő szívébe, azt fogadta. De Isten küldte az egyszülött fiát. Elküldte Jézus Krisztust, hogy a teljes atya akaratát kinyilvánítja az embereknek. Csak az ember fogta, és azt mondta, ez az örökös. Ezt nem fogjuk tűrni. Ha ezt megöljük, miénk lesz a szőlő, miénk lesznek a javak, és akkor ezt nem akarjuk, hogy felettünk uralkodjon. Megölték Jézus Krisztust. Drága testvéreim, Isten az ő szeretetébe mégis szól tovább. Jézus Krisztusban szól utoljára hozzánk, de az az ember, mikor nem hallgat Jézus Krisztusra, akkor egyszerűen Isten használ más eszközöket is, amivel megszólítatja az embert. Kemény dolgok ezek. Tudjátok, semmilyen szülő nem úgy csinálja, hogy először elverem a gyerekemet, és akkor most már menj és vidd ki a szemetet, ugye? Hanem először azt mondja, kisfiam, az a legelső az lenne, hogy a kisfiú meglátja, hogy tele van a szemétkosár, és a maga Isten lelki ismerete által enged ennek a lelki ismeretnek, és fogja a kosarat, és azt mondja, mamuci, viszem ki a szemétkosarat, és a anyuci azt mondja, milyen aranyos vagy, milyen jó, ugye? De nem így történ. A anyuci azt mondja, a kisfiam, vidd ki, de ő el van foglalkozva, játszik. És akkor anyuci azt mondja, kisfiam, nem értetted, miről van szó? Ki kell vinni a szemétkosarat. És akkor már emeli a hangját az édesanya, de még mindig fontosabb a számítógépen, még célba nem jutott az autó, ugye, vagy valami, és akkor még mindig nem fogjuk a szemétkosarat, és nem visszük ki. És akkor már a anyucika jön, és hozza a kis pálcát, vagy a fakanalat, és akkor, na, lesz valami abból a szemétkosár kivetelével? És akkor még akkor is várja anyuci, hát befejezem ezt, tehát ez nekem fontosabb. És akkor a anyuci oda csap egyet, és ez már fáj. Nem fordítva, nem először oda csap, és aztán magyaráz, hanem először szép szóval, először ott van a lelkiismeret, elmegy a kosár mellett, látja, hogy itt valamit tenni kell, de nem teszi. Aztán jön a szó, aztán jön a figyelmeztető szó, aztán jön a fakanál, és ha az se nem jó, akkor jön a apuci haza, és akkor kiveszi a szíjat a gatyából, ha nem esik le neki, ugye, és aztán elrendezi a dolgokat. Hát ilyen is van. Na, testvérek, itt álljunk meg egy kicsit, és gondolkozzunk el, ami lelki engedelmességünkről. Hogyan engedünk, vagy nem engedünk Istennek? Hogyan figyelünk oda az igére? Tudod, leggyönyörűbb az, mikor te fogod az igét, és keresed Isten akaratát. Mikor ott van a te lelki ismeretedben az, hogy Uram, én reggel, már kora reggel keresem a te orcádat. Uram, jelens ki magad nekem. Úr Jézus Krisztus, nyugtasd meg az én szívemet. Én vágyom a te vezetésedet, vágyom a te védelmedet, vágyom a te tanácsodat az én életembe. Uram, kereslek,
Ez a leggyönyörűbb, mikor így keresem, és így követem Jézust minden nap. De legtöbbre úgy van, hogy az ember fölébred, már meg kellett volna már reggelizni is, beugrik a nadrágba, néha még fordítva is veszi fel a cipőket, ugye, és akkor fut buszra vagy villamosra, és egyszerűen nem volt közössége Istennel, nem nézett föl az Úrra, és egyszerűen megy a saját eszefe szerint, és a saját gondolkodása szerint. És az Úr tud szólni az ő igéből. Tudod, ha reggel te fölkelsz, és megnyitod a Bibliát, akkor kérd az Urat, hogy személyesen szóljon hozzád. Ne csak kipipázni, és azt mondani, no, ma is olvastam egy ige szakaszt, hanem szólt az Úr hozzád, vagy nem szólt? És ha szólt, mit szólt? Mivel szólította meg a te szívedet? Mivel szólított meg tégedet, hogy figyelj oda? Tudod, így építi az Úr az ő népét, hogy Isten védelme alatt legyen, hogy Isten igéje vezesse. Azt mondja a 119. Zsoltár, ott azt mondja, hogy a te igét a szövédnek a fénye. Jó mondom? Így világít nekem az útra. A te igéd nekem ezt jelent. Ha én magam eszem szerint megyek, a saját bölcsességem szerint, akkor megbotlok, beleesek a verembe. Egyszerűen nem figyelek az Úrra. De nekem mindenkor kell tanulni, ezt gyakorolni kell. Az én kisfiam, 7 éves kisfiam azt mondja, apuci, mutasd meg, milyen izmaid vannak. És mikor úgy megmutatom neki, azt mondja, ez puding. Mondom, a kisfiam, hát mutasd meg a tiédet. És akkor azt a vékony kis karját, meg látod milyen? Mondom, ez már jobb, mint a puding, mondom. Edzeni kell. Tudjátok, ha puding valami, akkor azt jelenti, hogy nem edzettünk. Ha te akarsz erős lenni az Úrban, akkor neked kell edzeni. Neked kell az Úrral ott lenni minden nap olvasni, minden nap az Úrra figyelni, ezt edzeni kell, ezt tanulni kell. Ez nem rögtön jön, hogy én nekem olyan lelki látásom van, és akkor milyen milyen jó. Ezt edzeni kell, ezt benne kell lenni gyakorlatban, és nem csak, hogy olvasom az igét, de ott álljak az Úr előtt, és azt mondom, itt vagyok, Uram, hogy cselekedjem a te akaratodat. Tudod, nem elég csak belenézni a tükörbe, hanem megcselekedni Isten akaratát minden nap és minden helyzetben. Így fölépülve az ember krisztusi gondolkodásával föl van szerelkedve, és így védve van a gonoszság erei ellen. Az Úr tud aztán inteni, tud hozni betegségeket, tud hozni nehézségeket az életbe, és tud így figyelmeztetni. De testvérek, senki ne várja azt, hogy no, majd rákos leszek, vagy majd valami olyan történ, hogy a fejemre szakad a plafon, és akkor majd én akkor megtérek. Miért kell csak akkor engedelmeskedni az Úrnak, mikor már annyira rossz, már annyira Isten haragját fölgerjesztem, hogy már minden arról szól, hogy Isten ellenem van. Egyszerűen mivel gyönyörűbb az, mikor én keresem az Úrnak a orcáját, és kérdezem, Uram, mi a te szent akaratod? Ez nagyon jó. Na mostan gondolkozzunk, hogyan történik meg, ez egy csodálatos állapot, mikor Isten így fölépíti az ő emberét, és védelemben van a gonoszság erei ellen, mert védi őtet az ige, igének hatalma. Hogyan történik az, hogy az ember egyszerűen elveszíti a saját gondolkodását, elveszíti azt a maga felett való uralkodást,
És végül a sátán hatalmat vesz rajta, megkötözi először, és aztán megszállja ezt az ember. Hogyan történnek ezek a dolgok? Testvérek, ez az ember se nem megszállottan született, hanem az van megírva, hogy már régen történt, már régóta így volt, de nem születésekor óta. Ez az ember, akiről itt szó van, ő egy normális, egészséges ember volt, de valahol elkezdődött egy folyamat, ahol egészen oda folyamodott, oda épült, vagy leépült az ő élete, hogy teljesen elveszítette maga fölött az uralmat, és teljesen átvette fölötte az uralmat a sátán. Hol kezdődik, hogyan kezdődik ez a folyamat? Tudjátok, hol kezdődik? Az első gondolatnál. Első gondolat. És tudjátok, hogy a sátán, mikor odajött az Évához, akkor az elsőt, amit próbált rontani, és sikerült is az Éva és Ádám életébe, az volt, hogy igazán ezt mondta Isten. Itt kezdődik az első tégla, amit behoz, így mondom, első ilyen blokk, vagy ilyen nagy kő, darab, amit mind bástyának kezd építeni a sátán ember életébe. Igazán? Ezt mondta Isten? Így van? Kétségeket, ez az első blokk, amit behoz az ember életébe, amit úgy szépen, úgy simán meglássa, hogy nem figyel oda az ember, és akkor behozza ezt a nagy blokkot, és azt mondja, igazán, így van, így mondta Isten, nem valahogy más. És az ember elkezd kételkedni Isten igének igazságában és eredetében. Azt is az emberek írták, ugye? Oda jut. Azt is az emberek írták. Csak nem olvassa tovább, hogy szent szellemmel, szent lélekkel ihletett emberek írták. Nem saját akaratukból, nem saját jókedvükből, van nem jókedvükből, hanem Isten lelke vezetése alatt írták az igét. Kifele, sátán, kifele ezzel a blokkoddal. Érted? Mikor te elhiszed Isten igének eredetét, és hiszed, hogy minden Isten igéje igaz, és ámen, akkor nem tudja behozni a kételyt Isten szeretetéről, Isten igazságosságáról, jóvoltáról. Egyszerűen oda, ha te nem figyelsz oda, oda leteszi. És te úgy gondolkozol, elkerülöd, hát egy blokottan nem galibáz, olyan problémát nem okoz, ugye? Elkerülöm, eljössz gyülekezetbe, csak aztán hallgatod az igét, és az van, hogy igazán ez így van. Ugye? Elkezdesz kételkedni. Már ott van az a blokk. De te nem veszted észre, hogy beengedted a sátánt, már egy gondolattal beengedted, és aztán eljössz a gyülekezetbe, és hallgatod az igét, a Szentlélek az ő drága jelenlétével a többieket itatja, eteti és építi, és te még mindig nem kaptál semmit, mert kételkedsz, és aztán azt mondod, hát talán jobbat lenne mostan szundítani, mert én ezt az egészet nem is értem. Ott történik, ott van az első blokk, amit behoz a gonosz. De neked kell tudni, hogyha hozza be a blokkokat, ő valamit akar építeni. És akkor hozza a másik gondolatot. Látod, bejöttél a gyülekezetbe, nem is adtak kezet, meg se figyeltek, és hozzá a másik blokkot. Ugye? És figyeld, aztán látod, most még ki is prédikáltak. Hozza a harmadik blokkot. És valahogy rakja le, és olyan gondolatokat hoz be, ami nem Isten igényének alapján van, ami az énből van, az én sértődésekből, ami egyszerűen egy olyan bástyát fölépít benned, hogy meg vagy győződve, hogy Isten igéje nem Isten igéje,
meg vagy győződve arról, hogy a testvérek nem szeretnek, meg vagy győződve, hogy a gyülekezet nem jó, meg vagy győződve erről, arról, mindenről kételkedsz, és mikor már föl van az egész ellenmondás, amit mond Jézus Krisztus, tudjátok, mert az nagyon sok, most nagyon sokat kellene fölhoznom arra példát, hogy elmondjam, hogy mit mindent behoz egy hívő ember életébe, behoz mit mindent a gonosz, akkor az minden ellenmondás Isten igéjének. És mikor már oda jut az ember, hogy mindenbe a sátán sikerült neki ellent mondani Istennek, a viszonyokban, így mondom, morális dolgokban is, a 10 parancsolat ellen, mikor már mindent, egyszerűen mindenbe ellent mond a gonosz, már ott van letéve a blokk, akkor odaáll a gonosz, ugye? Ameddig még csak rakja a dolgokat, akkor még megkötözöttségekről mondunk. Hát ez a testvér egyszerűen meg van kötözve, ezzel van megkötözve, azzal van megkötözve, amazzal. De mikor már ott van, hogy mindenbe a sátánnak sikerül az annak embernek ellent mondani Isten igényének, akkor ebbe a bástyába beleáll a gonosz, és azt mondja, no mostan úgy lesz, ahogy én akarom. És az ember elveszíti maga fölött a kontrollt, már nem a lelki ismerete, az a lelki ismeret, az már el van taposva, az a lelki ismeret már teljesen el van csitítva benne, hanem teljesen, teljes erőbe és hatalomba a sátán abban a lerakott bárságból, azokból az ellenmondásokból, ellenállásokból, Isten drága beszédének, Isten igéjének, Jézus Krisztus kijelentéseinek, ebből fölépít egy bástyát, és onnan diktálja az embert. És az a diktálás, testvérek, az nagyon megfigyelhető. Tudjátok, hatalmas kilengések vannak ezek emberek életébe. Ezek a kilengések, gondoljatok bele, egy másik helyen az Úr Jézus űz ki egy fiúból gonosz szellemet, és azt mondja az édesapa, hogy egyszer tűzbe dobja, másodszor vízbe viszi. Ugye? Vízbe dobja. A tűz és a víz, az két szélsőség. Így van? És ezek az emberek, akik a sátán hatalmában vannak, akikkel már a sátán olyan hatalmat vett, hogy már meg vannak szállva, ezek valóban nem tudnak normális úton járni, nem tudnak normálisan viselkedni, nem tudnak normális viszonyba lenni emberekkel, hanem szélsőségekbe, hatalmas nagy kilengésekbe élnek. És ott nagyon már kell vigyázni, testvérek, ahol már a kapcsolatokban is egyszerűen valaki egyik pillanatban nagyon cukros, nagyon nagy szeretettel van betelve, és másik pillanatban olyan ördögi erővel, és olyan haraggal, és olyan kiabálás és ordítozással tud rendelkezni, hogy már egyszerűen nem tudja a kettőt összehodni. Hogy lehet, hogy egyszer olyan, mint az angyal, másodszor olyan, mint az ördög. Itt már vigyázni kell, már oda kell figyelni. Oda kell figyelni, mert ezen az emberen már nagyon nagy a sátánnak a hatalma. Már nagyon magasat fölépítette a bástyáját a gonosz. Testvérek, figyeljétek meg a megszállottság, az a megcélzás az embernek a értelme. Elsősorban a sátán megcélozza embernek az értelmét. Ugyanúgy, ahogy Isten igéje is megcélozza az ember értelmét. A te értelmed, az embernek a értelme egy bejáró kapu a te lelkedbe,
a te személyedbe. Ha te megérted, figyeld, mennyi ige, mennyi Isten szózata, ami akarja formálni a te gondolkodásodat. Mennyi Istennek drága beszéde, amely egyszerűen Isten országát akarja építeni. Nem bástyákat, hanem Isten országát akarja építeni a te életedben. És ez mind akarja formálni a te gondolatvilágodat. És arra vár, hogy egész szívvel, azaz értelmeddel, a te akaratoddal bele kell, hogy szálljon minden Isten világosságába a te akaratod. Igen, Uram, ezt elfogadom, ezt akarom, és cselekszem. És akkor jön az a Szentléleknek a békessége, az a öröme, az a gyümölcs, Szentléleknek a gyümölcse az ember életébe. Mikor én elfogadom Jézus Krisztus beszédét, mikor magamévá fogadom Jézus Krisztus kijelentéseit, mikor Isten igéje nekem szent és igaz, és az enyém, és ámen, és igaz az én életemben, akkor Isten országa van fölépítve az én szívemben. De fordítottját építi a gonosz. Ő bástyát épít magának, és azokból az ellentmondásokból, amelyek ellentmondanak Jézus beszédének, amelyek ellentmondanak Isten akaratának. És ezekből a gondolatokból egyszerűen ezek úgy leüllepednek, úgy bepasszolnak az ember gondolatvilágába, hogy szinte ezek meg sem moccannak. Azért némely hitetlen embereket, ti mondhatok nekik akármit, ő nekik már annyira föl van építve Istennek való ellenmondás, hogy meg sem moccannak. Egyszer meg sem moccan az a építmény. És a Pál apostol azt mondja, hogy arra hivatott el bennünket Isten, hogy szétromboljuk a sátán erődeit. Olvastuk ezt az igét? Hogy szétromboljuk a sátán erődeit. No, hol vannak ezek az erődök? A mi gondolatvilágunkba, a mi értelmünkbe. Miért? Figyeljétek meg, mikor Jézus Krisztus meggyógyítja ezt az ördöngőset, akkor az van megírtva, hogy egészséges ésszel, hogy van magyar nyelven? Milyen ésszel ott ült az ő lábainál? Kimennének azért megnézni, mi történt, és mennének Jézushoz, és ülve találák az embert, kiből az ördögök kimentek, fölöltözve és eszénél, a Jézus lábainál, eszénél. Szlovák fordítás úgy mondja, hogy egészséges értelménél, eszénél. Az azt jelenti, hogy meggyógyult az ő értelme. Mikor nem Isten szerint gondolkozik az ember, akkor lebetegedik az embernek a értelme. Mert amit én beengedek az én fejembe, az vagy fertőzi, vagy építi az én értelmemet. Azért, drága testvérem, nagyon kell vigyáznod, és nekem is vigyázni kell, hogy milyen gondolatot engedek be az én fejembe. Nem mindegy. Testvérek, nagyon sokszor akár hova megyünk, mindenféle mesztelenségek, mindenféle fölfordultságok vannak a újságokba, lapokba, tévébe, rádióba is. Egyszerűen nem mindegy, hogy mit hallgatsz, nem mindegy, hogy mit nézel, nem mindegy, hogy hova figyelsz, nem mindegy, hogy milyen gondolatokat szül az, amire te nézel, vagy amire te figyelsz. Testvérem, azért vezik el Isten ereje a hívő prédikátorok, vagy hívő szolgák életéből, mert beengednek a fejükbe akármilyen gondolatot. Egyszer Isten országát építsük, másszor még behordja a gonosz mindenféle más fertőző gondolatokat,
És ezek az erők egyszerűen benne egy feszültséget, egy belső harcot váltanak ki, és egyszerűen, hát ő mégiscsak Isten szolgája vagyok, de tudjátok, ha késlelteti a gonosz a szolgának a fejlődését, akkor már részből elérte az ő célját. Mert nem tudja építeni ez a szolga Isten országát. Ezért nekünk nem csak szolgáknak, hanem mindnyájunknak, hívő embereknek nagyon kell vigyázni, mit engedünk be a mi fülünkbe, a mi szemeinken, vagy milyen gondolatot, nem mindegy, hogy miről gondolkozz. Nem mindegy. Neked kell tudni, hogy a gondolatot vagy az Úr hozza, vagy a sátán hozza. Harmadik nincsen. Nincs emberi. A emberi is démoni, ha azt akarod mondani, hogy van, akkor az is démoni, mert azt mondja az ige, hogy testi, démoni és sátáni. Nekünk Krisztus gondolataira kell jutnunk. Az van megírva, hogy legyen krisztusi gondolkodás bennetek. Így van? Nem az van, hogy legyen több krisztusi gondolkodás bennetek, hanem ez legyen bennetek, és más nem. Van ilyen, testvérek? Hát hogyan lehet a krisztusi gondolkodás? Hát úgy, hogy olvasom az igét. Úgy, hogy Krisztus gondolkodását, az ő kijelentéseit, az ő tanításait, az ő drága szeretetét én kérdezem, magamba szívom, gondolkozok, és úgy, ahogy az első Zsoltárban meg van írva, hogy az ő beszédéről gondolkozok éjjel és nappal. Boldog az az ember. Amen. Mint gondolkozol, ha éjjel fölkelsz? Majd megmondom annak a testvérnek. Ugye? Vagy a szomszédom elszántott egy darabot a földemből. Majd hogy csinálom? Miről gondolkozol? Éjjel, miről gondolkozol? Nappal. Boldog az az ember, aki éjjel és nappal az ő gondolatait forgatja az ő fejébe, az ő szívébe, az egész lényébe. Testvérem, ha te beengeded ilyet is, olyat is, akkor káosz van benned. Akkor nem mehet előre Isten országa a te életedbe. És tudod, hogy ha te előnt adsz a sátánnak, a gondolatainak, ha te egyszerűen nem tudod megbocsátani a testvéreknek, nem tudod megbocsátani a te felebarátodnak, egyszerűen a sátán azt mondja, tudod mi? Ezt tedd meg, ezt csináld meg. És akkor te csinálod, és akkor bele fog kelleni hazudnod, mert te nem csináltad, ugye, és a bűn a bűnre rakodódik, és az olyan, mint a malter, ami jó odafogja a sátánnak ezeket a tégláit. És aztán hatalmat vesz a gonosz az emberen, már hazudik úgy, mint mikor a folyó folyik, lop úgy, mint a szarka, ugye, egyszerűen minden ragad az ujjára, és nem bűn, hogyan, hát Isten mindent nekünk teremtett, akkor mindent vigyünk, ugye, és így tovább. Egyszerűen minden a miénk, és hasonló, hát nem fogom folytatni. Az emberek úgy leépülnek, hogy egyszerűen a sátán egy teljes hatalmat vesz rajtuk. És ezek a szélsőségek már az érzelmi világban elsősorban ott jelentkeznek. Ott láthatod a szélsőségeket. Mikor egyszer nagyon boldog vagy, és másodszor nagyon depressziós vagy. Vigyázz, mert sátán behozta az életedbe az ő kockáit, az ő bástyáját már elkezdte építeni. És ennek van folytatása. Vigyázz, ő nem marad meg egy ilyen szinten, hogy hó, jó lesz ez nekem szószéknek, ugye, ennyi elég. Nem, ő fölépíti, egészen föl, és aztán onnan diktálja a dolgokat. És ottan bebúj, és egyszerűen nem tudja onnan kiűzni, és jogot tart, és azt mondja, miért mennék én ki? Volt olyan helyzetem, hogy
szóltam az Úr Jézus nevében, menj ki belőle, gonosz, és azt mondta, nem megyek, nekem itt jogom van. Hát tudtam, hogy én most nem fogom én hajtogatni, mert reggelig se nem hajtanám ki a gonoszt, mert ő neki joga van, mert ő neki... És akkor tudjátok, mit csináltam? Amit az Úr lelke kijelentett. Most kezd szedni szét ennek az ember életébe azokat a bástyákat. Gondolatról. Vald meg, mi van a te szívedbe? Mit gondolsz Istenről? És akkor, mikor gondolatról gondolatra, bűnről bűnre jutunk, és fölfordult gondolattól a fölfordult gondolatig megyünk, és oldjuk, és megvalljuk ezt az Úrnak, és mikor ez az ember azt mondja, hogy én akarok szabadulni, és én föladom ezt az én véleményemet, és befogadom Jézus Krisztusnak a kijelentését ehelyett, a vélemény helyett, akkor elkezdődik a sátán bástyáinak a lerombolása. Tudod, testvérem, az nem csak úgy megy, hogy mostan sátán, te kimész. Volt olyan történet, nem nagyon túl kellemes, amit most elmondok, hogy egy evangelizáció után jött egy fiatal lány utánam, és azt mondja a Sándor testvér, hogy prédikáltál, olyan nyugtalanság van bennem, mint hogyha minden össze lenne bennem zavarva, az én érzelmeim, nyomások vannak, majd megreped a fejem. És mondom, hát mi van veled? Fogok érted imádkozni. Még rá se tettem a kezem, én jóhiszeműen rá akartam tenni a kezemet, hogy fogok érte imádkozni, hogy az Úr szabadítsa meg, gyógyítsa meg. És akkor... ahogy fölemeltem a kezemet, rögtön földhöz vágta őtet a gonosz, és elkezdte őtet vágdálni a földön. És ordítottak belőle a démonok, kiabáltak belőle. És mondom, az Úr Jézus nevében, menjetek ki belőle. És ez a személy, ő teljesen magánkívül volt, ő úgy ordított, hogy még a harmadik utcába is hallották ezt a nagy ordítást a gyülekezetből. Én erre nem voltam se fölkészülve, nem gondoltam erre. És akkor egyszer csak megszólal a démon, hogy itt sok ajtó van nyitva. Itt sok ajtó van nyitva. És akkor azt mondtam, befejezzük, nem fogom ezt a lelket kínozni e módon. Kelj fel, és akkor magához tért, fölkelt, és mondom, egyenként a bűnök, a gondolatok, azt, amit fölépített a gonoszt, le akarod tenni? Hát, hogy ez ebbe nem megy bele. Akkor mondom, viszontlátásra. Akkor viszontlátásra. Ha majd bele fogsz menni abba, hogy meg akarsz tisztulni, meg akar változni a te gondolatvilágod, meg akar szabadulni, akkor fogok szolgálni feléd szabadulásra. De arra, hogy én itt cirkuszoljak, azért, hogy az egész falu fölháborodjon, hogy itt a ördögök ordítanak, én azért itt nem fogok ördögöt űzni, csak azért, hogy azt mondják, hogy itten ördögűzés történt, és hát milyen nagy haló, és én nem tudom mi. Testvérek, valóban nekünk kell tudni, hogy elsősorban hogy építi föl a sátán a bástyáit az ember életébe. Ha akarunk szabadításra szolgálni, akkor nem tudunk, ha nem tudjuk, hogy ezek a megkötözöttségek az elmének a elfordítása, az elmének a leépítése, a hiába való gondolkodások és azok a vélemények, amelyek nem Krisztus véleményei, hanem a sátán véleményei. Még egyszer mondom, Krisztusnak való ellentmondásai a sátán bástyája az ember életébe. És ezeket tégla-téglaként le kell bontani. És mikor már nincs miután neki, mibe kapaszkodni a gonosznak, mikor már megvallotta, mikor már letette, és kész lemondani ezekről a dolgokról, akkor sátán
Még akkor is megkérdezem azt az illetőt, és most akarsz szabadulni? Saját szabad akaratodból akarsz dönteni Jézus Krisztus mellett, és vallod Jézus Krisztust, mint Urat, mint Isten fiát, önkéntesen döntöttél arról, hogy meg akarsz a sátántól szabadulni. Igen, Jézus Krisztus nevében. Neked szólok, gonosz, hadd el ezt a lelket, ettől a pillanattól, Jézus nevében hirdetem neked a szabadulást. És akkor tudnak szabadulni az emberek annélkül, hogy a gonosz jogot formálna az emberre. Van másfajta szabadítás, szolgálat is, bizonyára sokan hallottatok erre, hogy nagyon sok vergődéssel, nagyon sok kínlódásokkal elhagyja a gonosz. De tudjátok, testvérek, azt mondja az Úr Jézus, hogyha ki van űzve a gonosz, ő kimegy akkor is, ha nincs leépítve a bástyája. De mi van megírva? Hogy visszajön. Hogy visszajön. Tudjátok, miért jön vissza? Mert valamit ott hagyott magának. No, lássátok, testvérek, miért kell lebontani a bástyát? Van másfajta ördögűzés, van másfajta szolgálat, de mink döntsük el, vagyis nem mink, hanem Isten igéje döntse el, hogy melyik az a szolgálat, amely valóban az embert tartósan szabaddá teszi. Mert volt egy olyan alkalom, testvérek, hogy jött egy asszony Kijevből, és azt mondta, hogy annyira manipulálva van egy férfival, aki ilyen okkultista Kijevből, hogy egyszerűen ő mondja neki távolságra, tudja, hogy mit mond, ő mond neki vissza, és egyszerűen manipulálja, és elveszíti maga felett az erőt, és hogy ez a férfi egész Kijevből őtet manipulálja. Nagyon kellemetlen dolgok ez, amit mondok, de megtörtént. Ezt tapasztaltam. És akkor imádkoztam ezzel az asszonnyal. Még nem volt akkor annyi tapasztalatom, és nem értettem sok mindent, és úgy láttam, hogy Isten betölti az én szívemet olyan isteni hittel, Istentől eredő hittel. Csak azt kérdeztem meg az asszonytól, akarsz ettől a gonoszságtól, akarsz szabadulni, akarok. Hiszed, hogy Jézus Krisztus Isten fia, és akarod, hogy Jézus Krisztus legyen a te életedben, akarom. Imádkoztam, fölemeltem a kezeimet, imádkoztam, és ahogy harcoltam, lelkileg harcoltam érte, akkor egyszerűen ilyen zsibbadás jött mind a két kezemen lefele, és egyszer csak egy ilyen benső hang, hogy ha nem hagyod abba, akkor megbénulnak a kezeid. És már nem éreztem, már teljesen érzékenytelenné váltak a kezeim, de már csak úgy tartottam, és azt mondtam, akkor is Jézus Krisztus a győztes, és valóban egy áttörés történt, és ez az asszony megszabadult. Annélkül, hogy bontottuk volna ezeket a falakat. Azért mondom, hogy van másfajta szolgálat is, szabadító szolgálat. Nehogy valaki azt gondolja, Sándor, ezt nem látjuk a Bibliában, hogy ez itt történne, de ennek van bibliai alapja, hogy hogyan szétszenni, mert azt mondja Pál apostol, hogy szét kell a bástyát, a sátán bástyáit le kell rombolni. Így van? Hát ez az a bástya rombolás, amiről én beszélek, az a szabadító szolgálat. Na mostan én nem szedtem szét ezeket a téglákat, amit behozott az ő, a gonosz az ő életébe, és ő valóban megszabadult. És aztán ott volt az ő hitetlen férje, ez egy kommunista volt, Oroszországból származó kommunista, akik nagyon kemény ateista volt, és mikor látta, hogy a feleségével mi történt, az elkezdett sírni, és elkezdte dicsőíteni Istent. És én is szívemben nagyon nagy öröm volt,
és mikor levettem a kezeimet, akkor újra elkezdtem érezni, és visszajött a kezemnek az érzéke, és nem bénultam meg, dicsőség Istennek. És aztán elmondtam nekik, hogy mit éltem át a harc között, a ima között. És azt mondtam nekik, hogy ahogy felemeltem a kezeimet, és ahogy elkezdtem imádkozni, abban a nyomban elkezdődött egy támadás a gonosztól, hogy elkezdtek zsibbadni a kezem, és hogy ilyen hangot hallottam, hogy megbénulsz, hogyha nem hagyod abba ezt a imádságot. És azt mondtam, akkor se hagytam abba, és az Úr Jézus nevében a gonosznak ki kellett menni. Igen, igen, ez így van. Jézus nevében engednie kell. 2 hétig, testvérek, egy csodálatos állapotban volt ez az asszony. Egy olyan öröm volt az ő szívébe, egy olyan bizonság volt ez az asszony az emberek számára, és 2 hét után visszajött a gonosz, és 7-szer rosszabb lett ennek az asszonynak a helyzete. De még azt megmondom, hogy a férje milyen alapon hitt Istenben. Befogadta az Urat. Tudjátok, hogyan? Mikor én elmondtam, hogy zsibbadtak a kezeim, akkor azt mondja, hát ez nagyon érdekes. Azt mondja, amikor voltunk együtt Kijevben a feleségemmel, rosszul lett az én feleségem, és bement a pravoszláv templomba lelki segítséget keresni, és akkor, mikor beért a templomba, akkor leesett a földre és elájult. És ez az ortodox pap az odaszaladt hozzája, és elkezdte emelni ezt a nőt. De ahogy hozzányúlt, akkor elkezdtek zsibbadni a kezei. És azt mondta, nem érhetek hozzá, mert elkezdnek elhalni a kezeim, azt mondja ez a pap. Értitek, hogy ilyen hatalmas, és a sátánnak ilyen hatalmas gonosz ereje van, hogy így megfélemlíti Isten népét az ő kiáradásában, de a hit, Jézus Krisztusban való hit az erősebb és nagyobb. És valóban Isten válaszolt az én hitemre, ez az asszony megszabadult, de tovább én nem tudtam foglalkozni vele, én nem tudtam foglalkozni az ő gondolatvilágával, nem tudtam leépíteni, vagyis ledönteni a sátánnak a bástyáit, mert nem volt erre időm, mert én aztán Pozsonból eltávoztam, ez a nő 2 hétig magára volt, és azokban örömökben, abban a nagy örömében egyszerűen volt, de aztán elkezdettek jelentkezni a gondolatok. Jött vissza a sátán, és megerősítette, megkopogatta a tégláit, megkopogatta azokat a dolgokat, és egyszer csak oda beállt, és rosszabb lett a helyzete. Tudjátok, testvérek, miért nem csak úgy szolgálok az emberek felé, hogy mostan menj ki belőle, gonosz. Mert valóban Jézus Krisztus nevére meghajol minden térd. Ez ámen, ebben nincs semmilyen kifogás. De az Úr Jézus azt mondja, de visszajön a gonosz. És ezért a Pál apostol azt mondja, hogy le kell rombolni a sátánnak a bástyáit. Az azt jelenti, ha még leromboljuk a sátán bástyáit, olvassátok el a Pál leveléből azt a részt, és ott van, hogy a gondolatok. Gondolatokról van ott szó. És ezeket a gondolatokat, a sátán gondolatait le kell építeni, és ugyanarra a helyre, ahol a sátán építette az ő bástyáját, oda építeni Isten országát. Tudom, hogy mit beszélek. Tudjátok miért? Mert ott, ahol hitnek kell állni, ott oda hitetlenséget tesz a gonosz. És el kell a hitetlenséget távolítani, és arra helyre hitet, és Krisztusban való bizalmat kell állítani életedbe. Hadd lássunk példát, hogy nem találgatok, hogy ez így van. Miért ma az Izraelben a zsidók nem tudják fölépíteni a templomot? Miért? Mert az ellenség mecsetet épített oda. A saját építményét. Értitek? Azért nem tudják.
És azt gondolják, hogy majd valami földrengés fog történni, vagy majd Isten fog jönni, és le fogja dölteni ezt az ellenségnek a építményét. Testvérek, az én hitem szerint nem Isten fogja ledölteni, hanem le fog kellene dölteni azoknak, akik újat akarnak építeni. És te is, drága testvérem, ne várjál egy olyan csodára, hogy Isten így csinál csodát a te életedbe, és olyan hitéleted lesz, hogy csoda, hanem úgy fog történni, hogy gondolatról gondolatra, hitetlenségedből Isten hitet fog, ott, ahol a hitetlenség, ott, ahol a kételyek, ott, ahol a félelmek, ott, ahol azok a gondolatok, amik téged visszatartanak a hit élettől, arra azt le kell bontani, azt le kell egyszerűen, ha azt mondod, hogy hát én soha nem tanulom meg mondjuk rá az angol nyelvet, ugye? Én kijelentettem 26 éves koromban, hogy én szklerotikus vagyok. Testvérek, olyan szklerotikust még nem találtatok, mint én voltam. Mert én ezt kijelentem, én ezt elhittem, ezt a hatalmas, nagy követ behozta a sátán az életembe. A feleségem azt mondja, apukám, vegyél kenyeret, tejet, vajat, és még kiflit is hozhatsz, ugye? És én gondolkodom, mit is mondott reggel a feleségem, mit hozzak? Hát felét nem hoztam el, ugye? Ez nem volt sok. Aztán a feleségem azt mondja, apukám, hát mi van veled? Hát nem mondom, szklerózisom van. Hát nem tudod, hogy szklerózisom. Hát hogy lehet neked, 26 éves vagy, és szklerózisod van? Hát mondom, nekem ez van. És akkor azt mondja, jó van, hát szklerózisod van, adott nekem egy lapot, ráírta. Tej, kenyér, kifli, vaj. Letettem a zsebembe, hazajövök. No, hol van, amit vettél? Hol mondom, elfelejtettem. Hát szklerózisom van. Értitek, testvérek? Ha te beengeded azt a gondolatodat, a szívedbe, ott neked szklerózisod van, olyan gyönyörű szklerózisod lesz, hogy ott lesz a sátánnak a bástája. És azt fogja mondani, no, Sándor, nehogy elhidd, hogy nincs szklerózisod, neked szklerózisod van. És ha szeretnéd azt a tégláját elmozgatni onnan, akkor rávág a kezedre. Hát hogyan te gondolsz? Ne próbálj hozzányúlni. Ezt az Úr Jézus nevébe, ebből meg kell térni. De nem tudsz megszabadulni a gondolatoktól csak úgy, hogy ez nekem nem kell. Uram, hozzád jövök, és bánom, hogy beengedtem ezeket a gondolatokat. Bánom, hogy én azt tulajdonítottam magamról, hogy én nem élem meg a 70 évet, vagy nem élem meg még a 50-est. Ez Istennek utálatos dolgok, mert sátán behozza ezeket az életeket, ezeket a gondolatokat, és egyszerűen elhiszed, és ott van, és uralkodik, és félsz, már közeledik a 50-es. Azt mondta, én elhittem, hogy nem élem meg a 50-et. Már 80 éves is, és még mindig fél, hogy nem éli meg a 50-et. Becsapta a gonosz. És még mindig hiszi neki. Testvéreim, és mikor 38 éves voltam, akkor az Úr Jézus meggyőzött engem, hogy az ő beszéde igaz. Sándor, ha nekem fogsz hinni, nem lesz szklerózisod. Elhittem, megtértem. Bocsáss meg, Uram, hogy én ilyen kijelentéseket, nem csak az, sok minden, csak ezt az egyet akarnám megmondani nektek, testvérek. És 38 éves koromban, amikor a szklerózisnak legjobb virágzásába elkezdtem a főiskolát. Ugye? Testvérek, és mikor mentem vizsgákra, akkor a gyerekeket elküldtem aludni, mondom, drága feleségem, most egész éjszaka szeretnék tanulni. És egy éjszaka egy ilyen vastag könyvet teljesen betanultam, és mentem vizsgákra, és azt mondta a professzor testvér, Sándor testvér, kitűnő. Az én szklerózisom, kiflit nem tudtam összekapargálni a fejembe. És lássátok, egy vastag könyvet egy éjszaka bemagoltam a fejembe. Mikor elhittem, hogy nincs szklerózisom, mikor Isten
ezt a bástyát, ezt a sátánnak a bástyáját leromboltam. Más bástyáról is beszélek nekek. Én elhittem azt, hogy én soha angolul nem tanulok meg. És valóban nekifogtam, és a I love you-n kívül nem tanultam meg semmit, mert ezt néha az én feleségemnek, de azt is néha elbabráltam. Úgyhogy ezen kívül nem tanultam meg semmit angolul. És én egyszerűen már meg voltam nyugodva, hogy én angolul nem fogok tudni megtanulni soha. Én nekem nem is úgy áll a szám, mint a angoloknak, hogy krumplit tesznek a szájába, szájukba, és aztán mondom, én így nem tudok beszélni. Testvérek, és mikor ott voltam a kórházi ágyon 4 évvel ezelőtt, és élet és halál között voltam, és akkor odajött a Szentlélek az én ágyamhoz, és azt mondja nekem, Sándor, 2 lehetőséged van. Ha megbocsájtasz, akkor van továbbút. Ha nem tudsz megbocsájtani a te vétkezőidnek, akkor befejezted. És én tudtam, hogy én azért vagyok a kórházban, mert egy olyan fájdalom, egy olyan keserűség, egy olyan benső bántás volt az én szívemben, lelkemben, hogy én nem tudtam megbocsátani az én testvéreimnek, akik úgy bántak velem, ahogy bántak. Ott voltam a kórházi ágyon, és halálos állapotban. 2 napig nem tudtam, 2 nap és 2 éjszaka nem tudtam, hogy a feleségem mellettem ül, és imádkozik. 2 nap és 2 éjszaka ott ült mellettem, és nem tudtam róla. Ilyen rossz állapotban vitt be engem a feleségem kórházba. És mikor magamhoz értem, kérdezem, drága feleségem, mióta ülsz itten? És azt mondja, hát már 2 napja itt vagyok. Mondom, mennyi nyugodtan haza. Mennyi. És mikor hazament, akkor szólt hozzám a Szentlélek, és beszélt velem. És megmutatta nekem, hogy ha megbocsátok, van továbbút. Ha nincs, akkor nincs megoldás. És én azt mondtam az Úrnak, hogy Úr Jézus, te a legnagyobb ellenségeidnek, a te gyilkosaidnak megbocsátottál. Hát ki vagyok én, hogy én a testvéreimnek ne bocsájsak meg. És azt mondtam, Uram, megbocsájtak. És addig a orvosok nem tudtak velem mit csinálni. Egyszerűen a diagnózisomat se nem találták meg. Hát hogy bűnt nem tudják megtalálni az orvosok. Hát bűn volt a szívembe. Behozta a sátán a gondolatokat a testvérek ellen, azok ellen, akik bántalmaztak, akik félreértették a dolgokat, és egyszerűen behozta belém, és úgy fölépítette az ő bástyáit, hogy szorította még az agyamat is, hogy a vérkeringés leállította a testembe, még a vérem se nem akart keringeni. A szívem nem bírta pumpálni. Testvérek, de jött a Szentlélek, és azt mondja nekem, hogy Sándor, megbocsájtasz. És akkor kezdtem sírni, és azt mondom, Uram, te megbocsájtottál a te ellenségeidnek. Én is megbocsájtok. És akkor a másik az volt, meg lesztek lepődve. Sándor, akarod? Megajándékozlak angol nyelvvel. Mondom, Uram, mi? Hát talán Mennyországban angolul fogunk beszélni. És azt mondja, nem, még hosszú úton van számodra, és szükséged lesz erre a nyelvre. Testvérek, addig az I love you-n kívül nem tudtam semmit megtanulni, és most már beszélhetek angolul, és nem voltam semmilyen kurzuson, semmilyen kiképzésen, egyszerűen Isten tapasztja, ragasztja rám a szavakat, a mondatokat, és beszélgethetek angolul. Isten csodája. Az az ember, aki szklerózisus, az az ember, akit leépít a gonosz. Értitek, akinek behozza azokat a téglákat, és fölépíti azt a bástyát, annak bemagolja, és azt mondja, belőled nem lesz semmi. Ennek ennyi nincs tovább. De Jézus többet gondolt. Istennek a gondolatai rólad milyenek? Azok a legjobbak, legcsodálatosabbak, amit az emberi szívre nem is jöhet, olyat gondolt rólad Isten.
drága testvérem, elhiszed neki. Lemondsz minden gondolatról. Minden gondolatról, amit behozott a gonosz. Lerombolsz minden bástyát, amit fölépített benned a gonosz. De tudd meg, hogy ott építette a gonosz a bástyát, ahol Isten akarta az ő dicsőségét fölépíteni a te életedbe. Ezért nem tudsz menni semmire a te hitéleteddel. Azért nem tudsz semmire jutni a te bizonságaiddal, a te szolgálatoddal. Mert ott, ahol Isten dicsőségét elkészítette, az a hely, lefoglalják azok a gondolatok, amelyek nem krisztusiak. És azért azt mondja Isten igéje, hogy legyetek telve Krisztus beszédével. És más helyen azt mondja a Pál apostol, Krisztus gondolatai legyenek bennetek. Hogyha Krisztus gondolatai lakoznak bennünk, akkor krisztusi erő is meg fog nyilatkozni bennünk. De ha össze van keverve, testvérek, ha káosz van bennünk, ha ebből is van, abból is van, világból is, és Isten beszédéből is, akkor káosz van. Látok itt sok fiatalt, be fogom fejezni, testvérek, ígérem. Megkérdezlek benneteket, és ezzel be fogom fejezni. Mi különbség a mágnes és a másik, más fény között? Miért a mágnesnek van ereje, és miért a másik fém az nem von, nincs benne az a vonó erő? Ki tudná nekem ezt megmondani? Van itt valaki fizikus? Múltkor megjártam Németországba, erről beszéltem, és fizikus tanár fölállt, és azt mondta, én tudom. És jó elmondta. Tudjátok, hogy mi a különbség? A egyszerű fémben a plusz és mínusz részecskék kaotikusan, jól mondom, érthető magyarul? Kaotikusan vannak összekeverve. Úgyhogy a plusz rontja a mínuszt, úgyhogy nincs ereje. A plusz lerontja a mínusz, mínusz lerontja a pluszt. Egyszerűen erő nélkül van a fém. De a mágnes, ottan a plusz részecskék az egyik oldalra vannak, és a mínusz részecskék a másik oldalra. És itten erő tér. Én magyarul nem tanultam, ha valamit nem jól mondok, akkor javítsatok ki. Egy erőtér történik, ugye? És ereje van ennek a mágnesnek. Na, lássátok, testvérek, még a fizikai dolgokban is ez erőt jelent. És azt mondja az Úr Jeremiás próféta könyvében, most nem fogom olvasni azt a helyet, ismeritek azt a helyet, ahol azt mondja, hogy ha elválasztod a hitvánt, elválasztod a rosszat a jótól, akkor olyan leszel, mint az én szájam, azt mondja az Úr. Látod? Olyan leszel. Olyan erős lesz a te bizonságod. Olyan erős lesz a te szolgálatod. Ha össze lesz keverve, ha kaotikus lesz a te életedbe, Sátánnak is ott lesznek a téglái, még az Úrnak a beszéde is ott lesz, akkor egyik a másikát anulálja, és azt... Jól mondom? Érthető? Közömbösíti, és az történik, hogy nincs erő. Nincs erő bizonságtételre, nincs erő szolgálatra, nincs erő a prédikációba, egyszerűen nincs erő. Hát ezért nincs erő, mert kaotikus, egyszerűen kaotikus az életünk. De válaszd el az egyik oldalra, rakd el, helyezd ki, tedd ki az életedből a gonoszságot, hord ki a Sátán bástyáit, és építsd fel Isten dicsőségét. És meg fogod látni, hogyha szólsz, akkor az Úr fog szólni a te szádból. Akkor olyan lesz az az ige, ható és erős, hogy még csak megnyitod a szádat, és a szívek megenyhülnek. Mert az Úr fog szólni általad. Ez az,
amit nekünk az ige hoz. Hogy valóban milyenek a te gondolataid. Drága fiatal testvéreim, leányok és ifjúk, nem ábrándozol? Ne ábrándozz. Nem mindegy, hogy mit gondolsz. Nem mindegy, Istennek se nem mindegy, és neked se nem mindegy, hogy hol jár a te eszed, miről gondolkodol. Egyszerűen a te gondolatvilágod az egy nagyon fontos dolog, mert az egy kapu, ami a szívedben van. És a te kapudon bejár, a te gondolataidon átjárnak gonoszságok, paráznaságok, tisztátalan gondolatok, akkor tudd meg, hogy a te szíved be van mocskolva ezekkel a dolgokkal, és hogy hiheted az, hogy Jézus Krisztus egy olyan mocskos helyen fog lakozni. El kell választani a tisztátalant a tisztától. És akkor Isten ereje meg fog jelenni életedbe. Akkor Istennek jelenléte ott lesz a te beszédedbe, a te cselekedeteidbe, és a te bizonságodba, a te prédikációdba. Nagyon sok példát még tudnák fölhozni, testvérek, de könnyörületlen az idő. Hogy mondjam? Kíméletlen. Köszönöm. Kíméletlen az idő, és már áment kell mondanom. Hát legyen ámen. Legyen ámen a te életedbe is. Tudod, minél jobban fölépíti gonosz az ő bástyáit, annál nagyobb az ő uralma, és erre vigyázz. De tudd meg, hogy nem tud téged Isten használni, ha nem is engedett túl nagyra építeni neki, de nem tud téged Isten használni az ő szolgálatába, mert nincs erő, mert anulája, hogy kell mondani. Közömbösíti, kioltja Isten erejét a te életedbe, a káosz. Káosz gondolkodás. Hajtjuk meg a fejünket és imádkozunk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus drága szent nevében, megköszönjük neked ezt a délelőtti órát. Köszönöm az én drága testvéreimet, szívből köszönöm ezeket a drága gyermekeket, hogy ilyen drága türelmesek voltak. Köszönöm, hogy itt voltál és itt vagy közöttünk, drága Úr Jézus Krisztus is, és megfejted nekünk azt a titkot, hogy történik az a helyzet, mikor az ember elveszíti maga felett az kontrollt is, és mikor már oda jut, hogy a sátán teljes erejével és hatalmával erőt vesz felette. Te elhívtál bennünket, hogy leromboljuk a sátán bástyáit, és hogy krisztusi gondolkodást építsünk föl magunkban. De hogyan, Urunk? Te azt mondtad, hogy tegyétek a ti testeteket élő áldozatul Isten oltárára, és változzatok el a ti elmétekben. Igen, így történik az, mikor én fölajánlom az én életemet neked, és a te gondolatod érvényesül az én értelmemben. Köszönöm az én testvéreimet. Köszönöm, hogy megértették az üzenetet. És én kérdezem most, mikor megvan hajtva a te fejed, mikor meghajolt a te szíved az Úr előtt, és úgy érzed, hogy most személyesen szól te hozzád az Úr Jézus, és rávilágított a te életedre. Van itt valaki, aki szeretne szabadulni. Van itt valaki, aki ráismert, hogy a sátánnak sikerült fölépíteni bástyákat az ő gondolatvilágába, az ő szívébe, és szeretne szabadulni. Ha van itt valaki, emeld föl a kezed, áldjon meg az Úr, és szabadítson meg téged.
téged is, titeket is, téged is, drága testvérem, téged is, téged is, téged is, téged is, drága testvérem, titeket is ott hátul. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, ezeket a drága szíveket. Köszönöm, Uram, hogy rád figyelnek, a te szavadra figyelnek, a te igédnek tükrébe néztek, nem azért, hogy most elfeledjék, hanem azért, hogy átváltozzon az életük, hogy a testüket, egész lényüket oda adják a te oltárodra, és a te dicsőségedre éljenek, hogy átváltozzanak az ő elméjükbe, és hogy krisztusi gondolkodás, krisztusi karakter, krisztusi szívvel éljenek ezen a világon. Szabaduljatok, drága lelkek! Szabaduljatok, drága testvéreim, barátaim! Jézus nevében szabadulj! És rontsd le a kételyeket, a sátán bástyáit a te életedben. Jézus nevében fog neki most, ma. És én köszönöm, Uram, hogy ma a kegyelmi idő. Ma az az idő, mikor újat akarsz építeni bennünk. Dicsőség neked, halleluja. Ámen.